Mi hazánk frakció részéről Dúró Dóra képviselőasszony kért szót. Megadom, parancsoljon. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. A tegnapi önkormányzati választáson a 19 vármegyéből 18-ban a Mi Hazánk mozgalom kapta a második legtöbb szavazatot a pártok közül. Több vármegyében is 20% feletti eredményt értünk el, az önkormányzati képviselői mandátumaink számát pedig meg 5-szöröztük az eddigiekhez képest, és 5 egyéni győztessel is büszkekedhetünk a 10 000 fő feletti városokban. Mindezt az eredményt úgy sikerült elérnünk, hogy Magyarország legszegényebb és legelhallgatottabb pártja vagyunk, és ez nem valami szubjektív érzés a részünkről, hanem a televíziós és rádiós hírműsorok adatait a médiatanács teszi közzé minden hónapban. Ebből világosan kiderül, hogy a főbb hírműsorokban az összes párt közül a Mi Hazánk kapja a legkevesebb lehetőséget, illetve a Transzparens Újságírásért Alapítvány a hírport hírfolyamait nézte át, és e tekintetben a kampányban, míg a Mi Hazánk mozgalom 60 cikkben tudott megjelenni, ugyanezen időszak alatt Magyar Péter pártja 1400 cikkben jelenhetett meg, tehát objektíve számokkal alátámasztottan igaz, hogy a Mi Hazánk mozgalom a legelhallgatottabb párt. Ennek ellenére sikerült az üvegplafon mítoszát ledöntenünk, ugyanis egyéni mandátumot szereztünk, 40%-os támogatottsággal, Csongrád városában például 2 is, Lackó Zsolt és Bartók Norbert képviselők utasították maguk mögé az összes többi jelöltet. Miskolcon Pakusza Zoltán országos alelnökünk szerezte vissza a korábban már egyébként birtokolt mandátumát, szintén 40%-os eredménnyel. Földesi Mihály Békésvárosában megvédte mandátumát, ő korábban is már Mi Hazánkos egyéni győztes volt, és a legmagasabb szavazatarányjal pedig Kiskunhalason Bús József szerzett mandátumot 43%-kal. Ki kell emelnem még a Mi Hazánk mozgalommal szoros szövetségben működő Magyar Önvédelmi Mozgalom vezetőjének, László Attilának polgármesteri győzelmét a 10 000 fő feletti Pilis városában, Pest vármegyében, így ő nem csak a Pest vármegyei 8 fős Mi Hazánk frakció tagja lehet, hanem Pilis város polgármestere is októbertől. Ezek az eredmények tehát világosan mutatják, hogy nincs üvegplafon a Mi Hazánk mozgalom fölött. Az európai parlamenti választások értékelésére rátérve elmondhatjuk magunkról, hogy egyetlen párt vagyunk, amely a 2022-es országgyűlési választáshoz képest növelni tudta 100%-os szavazatarányát a listás szavazatok tekintetében, annak ellenére, hogy új szereplőként megjelent a Tisza párt. Így lehetőségünk lesz arra, hogy dr. Borvendék Zsuzsanna személyében az Európai Parlamentben is képviseljük a nemzeti érdekeket, aki annak a globalista hálózatnak a legjobb szakértője, amelyet történészként is feltárt, és amelyek hosszú évtizedek óta Magyarország ellen dolgoznak. Az Európai Parlamentben is arra kérjük őt, hogy folytassa azt a küzdelmet ezekkel szemben, és a nemzeti értékek és érdekek mellett álljon ki. Nem csak az elhallgatás és a pénzhiány volt az, amely a Mi Hazánk mozgalom kampányát rendkívüli mértékben megnehezítette, hanem ismételten leszerepeltek a közvéleménykutatók is. Míg a 2022-es országgyűlési választások előtt az összes közvéleménykutató alulmérte a Mi Hazánk mozgalmat, és azt jósolta, hogy nem szerzünk mandátumot, ez mégis megtörtént, és simán átugrottuk akkor is a küszöböt. Most szintén az összes közvéleménykutató alulmérte a Mi Hazánk mozgalmat, és azt sugallta a választóinknak, hogy a ránk adott szavazat akár elvesző szavazat is lehet. Ennek ellenére, és a Tisza párt robbanásszerű megjelenésére, növelni tudtuk a szavazatarányunkat. Nincs tehát más teendőnk, mint megköszönjük az embereknek, hogy részt vettek, rekordmagas részvétellel részt vettek ezen a választáson, megköszönjük a saját támogatóinknak, hogy a Mi Hazánk mozgalom programja mellett álltak ki, és az önkormányzati képviselőinknek pedig eredményes munkát kívánunk hazánknak rendületlenül.